Csernobili zónát bemutató sorozatunk negyedik részéhez érkeztünk. Az első részben a zóna északi részét jártuk be, ahol egy kisebb települést és egy TSZ-t néztünk meg. A második részben, Pripyatban, az erőmű tövébe épült városban néztük meg a nevezetes helyeket. A harmadik részben megnéztük az erőművet, illetve egy kórházban és egy óvodában néztünk szét. A leírásba linkelve megtalálható mindhárom rész. A negyedik részben megnézzük a Dugát, egy olasz katonai titkos létesítményt. A Duga nevű rakétaelőrejelző három horizonton túli szupererős antennából állt. Ezeknek az egyike a Duga 1 nevű állomás, amely a Csernobili atomerőműtől nem messze található, ahol filmünk is készült. A gigantikus antenna hullámai visszaverődtek az ionoszférából, így nem csak a horizontig jutott el a rádió hullám. Képesek voltak az Amerikában fellőtt rakétákat időben észlelni. Működésekor alacsony frekvenciájú rádió hullámokat bocsájtott ki, 10 Hz-es hullámhosszal. A másodpercenkénti 10 kattogó hangot a világ minden pontján fogták. Hangja egy harkály kopogásához hasonlított, innen kapta a nevét. Az 1970-es évek elején kezdték építeni. 1976-ban már tesztüzemben működött. Működésében voltak hibák, frekvenciát kellett váltaniuk, de az új frekvencia nem hatolt át a sarki fényen, nem üzemelt tökéletesen. 1980. szeptemberében indult volna el harci üzemmódban, de a 4-es blokk katasztrófája miatt 1986. májusában leállították. A Duga építése kétszer annyiba került, mint az erőmű. Az akkori költség 7 milliárd orosz rubelre rúgott. Szigorúan titkos objektum volt. Akkoriban a térképeken fiú cserkész táborként jelölték. Az ott dolgozóknak minden kényelmét kiszolgálták. Lakóépületek, iskola, óvoda, színház, sportlétesítmény is helyet kapott a kerítésén belül. Az információk forrása az orosz Harkály 2015-ös ukrán dokumentumfilm és a Csernobil túr weboldala. Computer room, etc. Then go to the roof, photograph the antennas from the roof, and then come back to the part for civilians. So that's the plan. Okay. Forgot how to fly. Yes, Salim. Ez a borásta videó. Figyel. Kacsi. Kale. Chibes. Chibes. Chibes to üdvözlünk mindenkit! A Csernobili zóna bemutató sorozatunk következő állomása nem más, mint a Duga. Egy orosz, régi orosz katonai rádióadó. Ugye rengeteg mindent igazából nem kell erről mondanom, már csak azért sem, mert elég híres itt a zónában, és aki ismeri ezt az egész történetet, az tud róla. De majd esetleg a Wikipédia-s linket belinkelek ide a leírásba, úgyhogy nézzétek meg, hogy mégis miről van szó.
Annyit tudni erről, hogy 150 méter magas, ez ami mellett állunk, és 300 méter hosszú. Emellett van egy másik, egy kisebb, az 90 méter magas, és azt hiszem, az talán hosszabb, ami 500 méter körüli. Úgyhogy ezt fogjuk most megnézni. Hát életem egyik nagy álma volt ezt megnézni, és most, hogy itt állok mellette, azért nem semmi. Nem tudom, mennyire adja vissza méreteket a videó, de ez valami brutálisan nagy. Tehát ekkora monstrumot én még az életemben nem láttam. Tehát 150 méter. Most ha abból indulunk ki, ez körülbelül egy több mint 4 darab 10 emeletes panelház mérete magasságban. Bece neve volt neki, azt hiszem, a Fakopáncs, mert rádióadásokat, amiket csinált, ilyen kattogó hangot adott, mint ahogy a harkály üti a fát. Nem tudom, hogy lehetne innen ránézni, sajnos a nap is elég rossz szögből süt, de ez valami brutál, tehát ez brutál. És itt vagyunk ugye a zónán belül, Csernóbi várostól nem nagyon messze van, sőt mondhatunk úgyis, hogy viszonylag közel, 4 órás úttal értünk el ide. Vannak itt ilyen különböző dolgok, búdék, stb. Itt nem olyan veszélyes a sugárzás, de ha gondoljátok, egy mérést eszközölhetünk. Vezetünk szerint itt abszolút majd nem nincs. Teljesen a műszer keveset mér. Ez szinte semmi. Ez egy otthoni. Otthoninak felel meg majd, hogy nem. És most ilyen pittyegés nem lesz a... Jól van, ne ugass. A videóban. Magunk egy ilyen kísérőpapi. Na, akkor innen mindjárt lemegyek, és akkor innen oldalról csinálunk egy képet. Mutatom addig a bátor ebet, ami minket... Hol van? Ott van. Ott volt. Brutálisan nagy. És akkor ráfordulok itt a lényegre. Ezt nézzétek. Indul onnan. Szerintem tudja befogni a zoom. És a nap is onnan fűt. Na, talán innen elfordulunk a másik irányba. És ott a vége. És mellette a másik. Igen, ahol hossz méretekkel lehetne, nem voltam teljesen tisztában, de majd kiderül a pontos mérete ennek, most nem emlékszek. Ez 300 méter, a másik nem tudom mennyi. Kínálna arról valami gyegyet, látom meg neked. Szabad a kezed, ez a jó ember, meg próbálta, mert az ide nem sikerül neki. Fölállok ide. Hát nem kicsik a méretek. Azt azért be kell vállalni. Ott a tetej. Van ennek a bázisnak kiszolgáló része is, tehát katonai épületek, iskola, óvoda, tűzoltóság, stb. Úgyhogy azt is meg fogjuk nézni. De ezzel kezdtük, ugye, mert ez a fő látványosság. Hát szóval elég komoly monstrumra ez a radar. Nem kicsi, azért ez 7 centség. Hopp! Fordulunk előre. 3, there are 11 of them. If you want to go all the way to the top, 11 ladders up, 11 ladders down. Way down is twice harder than way up. Hmm?
mondod? Lefele nehezebb is. Igen. Hát viszont, viszont lefele van egy gyorsabb út. Igen. You need to look down when you go up. Zolika? Yeah. When you go down, you look on your feet. So you look down all the time and that makes it quite easy. Na most úgy néz ki, lesz egy mászás is benne. Szerintem Attila is fog menni GoPro-val. Úgyhogy mindenképpen figyeljétek a következő percekben a cselekményt. Egyszerre csak egy ember mászon egy lépcsőn, ezen a hármon mászhatom. Oké. Okay. One man on the ladder. Igen, a középsőt. Középsőt is szabadon. Meg... Főleg te. Hány szintet tervezel? Hát az majd fel kiderül. Kettőt biztos, hármat is talán. Nem tudom. Na de már most két szintet mentél. Vagy... Hát nem tudom, hogy hogy mérik a szinteket. Itt vannak a többiek is. Na, pont a nap belesüt. Próbálok már arrébb menni. Hello. Hello. Meddig mész? Nem tudom. Nagyon. Ilyen lassan mész? Akkor ne nagyon menj. Nézzétek az Zolikát, vagyis hát ne nézzétek. Hát olyan hetente lép egyet. De még más szava? Nagyon. Tényleg? Aha. Ne szopad. Onnan még nem látni semmit, mi? Hát már téged is alig látok. Élek? Új, de remeg az egész. Remeg? Hát így. Már fenn is vagyunk az első szinten. A nap a szemembe süt, persze, hogy nem olyan egyszerű. Na, első szint. Egyet jöttünk. Jó. Hát az majd fent kiderül. Kettőt biztos, hármat is talán. Nem tudom. Az kettő volt? Hát egy létre volt eddig. Nagyon remeg. Már fáradok. Na, itt egy épület. Csinálunk pár fotót, amivel bírok szólalni. Ezt megnézzük, hogy hány métert jöttünk. Jöttem, 140 méterről indultam, 156, 16 métert jöttem. Hát, amennyire hinni lehet a GPS-nek, de hát miért ne hinnék. Hát akkor egy fél tíz emeletes, ötödik szinten vagyok. A tíz emeletes nézzük. Köszönjük, lesz mit kivágni. Hát, veszél rendesen. Hát akkor menjünk tovább. Hát azért nem mondom, hogy nincs bennem para. Pont egyet.
Na. Hát én innen rófasz se látok még. Az erőművet. És ezt látom, ha lenézek. Meddig fogok merni felmenni. Nem mondom, hogy beszari vagyok, de azért annyira ijed, hogy nem merjek felmenni a tetejére. Még az lenne az igazi. Ha már itt vagyunk, egyszer élünk. Vagy egyszer sem. Ez sok, nagyon sok van még. Na hát akkor gyerünk. Holnap olyan izomlázom lesz. Remeg. Remegj már. A szél is fúj. A létre is remeg. Meg én is. Én ehhez hozzászoktam. Tőtön tettek ki. Én nem áll látni az erőművet, gyerekek. A hűtőtornyot. Akkor ott az 5-ös 6-os reaktor, ami nem készült el a kéményekkel. A kéményekkel hülyeséget mondok, a darukkal. Hát, menjek én még följebb. Hát még talán egy szint. Na hát akkor menjünk. Ojjajjaj, inkább le se nézek. Elnézést, hogyha nagyon behaladszik a lihegésem, de fárasztó. Bevallom őszintén. Még a lépcsőzéshez hozzá vagyok szokva, de ez nem lépcsőzés. Ez létrázás. Ha! Mennyi van még? Mennyi van még? Ó, nem tudom, meddig megyek még. Ez mi ez? Hoppá! A belső létre lezárva. Hú! Nem semmi. Nagy szerencsénk van, mert tegnap rosszabb idő volt. Tegnapra terveztük ezt a létesítményt, ezt a dugát. De nagyon fúj a szél. Esőre állt, utána esett is. És szinte éjszakai túra feeling volt, mert olyan sötét volt bent, hogy kellettek a lámpák. Közben kint dörgött villámlat, zúgott, mi urbexeltünk, mert már csak ilyenek vagyunk, az Urbex Hungary két tagja. Innen is üdvözöljük Lacit, Miskolcon. Vagy Bőcsön, vagy ahol most tartózkodik. És az egész családot, barátokat, kollégákat. Meg mindenkit. Meg az asszonykámat, akit nagyon szeretek. Ezt majd Laci kivágod, vagy átküldöd nekem. És ezt neki megmutatom. Ha épségbe leírek. És a kamera is. Hát, nézzünk lefele. Mennyi van még? Hát, rengeteg szerintem. Most járhatok a felénél kb.
vannak már. Hú, már lábad érzem nagyon. És szerintem ennyi. Most srácok, de... Nikolaj szerint lefele nehezebb, ha létre megyünk, mert azért van egy rövidebb út lefele, de azt nem szeretném kipróbálni. Ez tényleg nehezebb lefele. Most újra gyorsan, mert annyira kileng ez a létre. Nem tudom mennyire látni, de jár, mint a kacsapicsára. A bizonyláz az garantált szerintem. Kezem lábam fájni fog. De már holnap egy levezetésként egy napos vonatozás Miskolcig. Van még egy kievi városnézés este. Utána szállás, alvás. Habár holnap még beterveztük a Csernobyl Múzeumot Kievben. Szeretném megnézni a második világháborús múzeumot? Talán múzeum, azt hiszem, igen. Hát most így állunk. Gyerekik. Jaj, már fagyik az arrom is. És újra lent. Hú. Most megyünk át a kisebbikhez, és megyünk át itt az erdőn, nem a vörös erdőn, azért ezt megmondom. Úgyhogy Ati egy 50 métert ment föl, de volt köztünk egy srác, aki felment a tetejére az egésznek, hát nem piti. Thank you.
fájni fog a keze. 150 métert mászni felfelé azért nem egyszerű. Főleg abból indulunk ki, hogy egy 15-es 133 méter. Ez egy kicsit magasságra kisebb. És rögtön egy veszélyek a figyelmeztető tábla. Yeah, this is a smaller one for you. So we just walk along it to the end and then go to control room. Okay? Okay. A másik az teljesen épp. Érdekes, hogy ez már úgymond bontva van, de hogy mi oka volt ennek, gőzöm nincs. Irány befele, ez itt pont olyan hosszú, mint a két antenna kb. Ez a járat, 800 méter hosszú. Durva. Ez az antennák mögött van, hát gondolom itt futottak be ide, futottak be a vezetékek. Vannak még itt ilyen érdekes cuccok. Ezen fogunk itt végigmenni. Jó nagy lyukak vannak itt, úgyhogy figyelni kell rám. Elég mélyek ezek a lejáratok. Gondolom, milyen kábel alatt is lehetett, hogy ilyesmi. Na, ezen itt végigcsinálunk. És valami érdekeset látok, akkor úgy is megmutatom. Van technika ide kihaingálva. Kapcsoljunk egy lámpát, és fogjuk befele. Próbálom a telefont a kamerával összevetni, hogy lássam az élőképet, meg van. Ezért nem volt tökéletes a kép eddig. Akkor ez a vezérlőtelme, a kontrollszobája meg az egész antenna rendszernek. Tolmács. 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 Transfer. More rooms are over there, on the both sides. There are different rooms with equipment and without a cool part. And the stairway, which you can go up to the top floor, is there, in that part. Uh-huh. Okay. Ott tudunk felmenni. Na, ez az oldalon tudtok felmenni, erre pedig a király cuccok vannak. A király? A balra jobb. Oh. Király cuccok. Csak kügyeznek én. A király cuccokat nézzük először? Hát először. Menjünk, nézzük a király cuccokat. Nézzük a király cuccokat. Na, akkor nézzük meg a király cuccokat. Zolikát leelőzem, mert nem igazán. Gyorsan.
mondtad. Itt a kutya? Nézzetek, micsoda fiókrendszer. Mindenütt ilyen műszaki kütyük. Láttatok? Micsoda? Igen, végig ilyen. Ez ilyen hűtő rendszerszerű. Hát az biztos, hogy kellett észhez kitalálni a csém, mert nem úgy van, hogy kitettek egy antennát, az jó napot. Itt is. És a király cuccokat mikor nézzük meg? A lemezre majdnem felrepült Zoliga. Itt is egy szoba. Innen benéztem, vagy sebe benéztem a másikból az előbb. Hű, ez a király. Azt a mindenit. Ez durva. Reléfal. Azért gondolhatod, hogy kattoghattak itt azért ezek rendesen. Itt egy felirat. Egy orosz felirat. Egy munkavédelmi sisak. Nézzétek. Ho, ez a király cuccok. Ezt nézzétek. Hihetetlen micsoda technikai háttér kellett egy ilyen rendszerhez. Thank you.
hova hoztatok. És minek jöttem bele. Nem azt, hogy hova hoztunk, minek hoztunk. Már megbántuk, de már most mindegy, itt vagy. Királycuccok vannak itt benn? Hú, ez tényleg király. Azt ugye. Hát azért, ha otthon lenne ez a lehetőség így ilyet megnézni, arra akarok éppen, hogy lenne időnk rá. Itt azért el lehetne, mondjuk, hát egy fél napot szó nélkül el lehetne szöszmötölni, pecsmetelni, de hát sajnos ez ilyen kis kutyafuttábanos történet. Amerre nézünk, szobák, helységek, technikai dolgok. Király dolgok. Itt kell lesz majd felmennünk? Itt kell lesz? Másik végül mondtam. Itt kell lesz majd felmennünk, nem itt? Nem. Jaj, jele van falazva. Hát akkor... Király dolog. Hány király dolog? Király cuccok. Király cuccok. No. Annyi technika van itt, hogy valami elromlott, hát ezt sose értek el, mi volt ez. Hozták, hogy tovább el szokott volna. Voltunk. Egy telefonközpont, ugye? Igen. Nem valami újszerű darab. Elég kőkori technológia. Az lehetséges, látod. Nagyon így néz ki. Egy szinten feljebb. A felelő szint tehát. Hát érdekel, hogy nem több, hogy dolgoztak itt a szúrva is. Az ilyen energetikai dolgok. Igen, nagyon alacsony. Teljesen ki van fosztva. Egyébként azt mondta... Azt mondta Nikolaj, hogy a legfelső szint meg a legalsó az érdekes, ugye? Hát igen, mert ez a közé. Most vagyunk a irányító szoba alatt. Amik itt voltak, azok jutottak fel az irányító. Te voltál már fönt? Gondoltam. Külön utakon jársz. Na gyerünk, akkor hogy lehet felmenni oda? Itt erre nincs semmi más? Nem, nagyon kacifántos. Akkor menjünk föl, ott, nézzük meg a legtetejét, ne a izért nézzük meg. Ezt a fél... Ne a kábelszoba. Ne a fél érdekes, nézzük meg. Ilyeneket látsz végig. Igen. Akkor menjünk, nézzük meg a király dolgokat. Legfelső emelet. Kint pedig. Ez van. Ez az irányító helység. Csoda kártyák. Mászlónak lámpa. De mennyi lámpa van? Ekkorát nyomtál? Sokan dolgozhattak itt. Szóval, aki most kapcsolódik be, itt vagyunk a Duga mellett. Csernobyl 2 néven is ismerhetitek. Ez a katonai rádióadó, ami ugye 86-ban
az erőmű felrobbanása után. Mondjuk felrobbanást egyik idézőjelben biztos bele fognak kötni, tehát a katasztrófa után ez is megszűnt létezni, mármint nem használták. És ez ennek a vezérlő terme, ennek a nagy rádió rendszernek. Wikipédiás link alul a leírásba, akit érdekel. És most ezt nézzük, éppen meg valami festett üveg. Nem tudom, mi lehetett ez. A padló az elég veszélyes, mert tele van lyukakkal, úgyhogy nagyon figyelni kell a lábunk alá. Szerintem ez a kontrollszoba lehetett. Nem tudom, van-e valami lejárat, vagy másikon kell lemennünk, felmennünk, aha, nem ezen kell. Megnézzük ezt is. Ez valami kontrollszoba lehetett, nem? Nem ez, hanem a egyel áréban, amiben most át sútjanak. És megmutatom nektek. Itt benne vagyok a képbe a fiúknak, de hát ennyi van ezekből a üvegeken lépkedek, azért van ez a hang. És mindjárt megpróbálok itt hátra menni, és csinálunk egy képet, vagyis egy snittet innen is. A tűzoltóság épülete, ami elég kicsike. Ez csak a helyi maga az állomásnak volt a tűzoltósága, tehát nem ilyen nagy. Majdnem beestem egy lyukba. Pics. Pihentek. Ilyen dolgok vannak a tűzoltóság épületében. Azt a mindenit. De komoly. Hát gondolom, hogyha valami probléma van, akkor itt le tudják modellezni a mentés. Ott a kémény, és csak mi ment eljöttünk. Akkor most itt vagyunk. Most ott, igen. Igen. Itt vagyunk most. Itt vannak még a... mennyi ház van itt. Volt szóval,
Nem gondoltam, hogy ezekkora. Kutya. Kutya velünk. Kezdjük a konyhába, mert ez van a legközelebb. Itt meg a teljes ember is. Igen, meg a teljes ember is. És itt a hűtő. És még mindig a Duga radar melletti épületeket nézzük meg. A tilos pont véletlenül előkerült. Valamit lefestettek, valami feliratot. Nem terem. Kutyi. Csajkoszki. Termek. Itt is rengeteg gázállat van széthajintva, szétdobálva, és ezek elég kis méretűek, gondolom gyerekeknek való méret. Itt van málva a padlózat. Hát végig ilyen dolgok. Ez valami vizes helyiség, igen, vécék. Köpög a víz és pont a nyakamba. Itt is egy tanterem lesz szerintem, igen.
a hely, ahol megállt az idő, mondhatnánk ezt is. Kicsit közhelyes, de igazából ez így van. Gázállasztáska. Benne egy gázállarc. Durva, ami itt van. Tovább. Itt van szembe egy másik tanterem. Minden összeállapotban van. Ebben nincs annyi minden. Matematikusok képei fent. Matematika. Itt is végig ilyen képletek. Menjünk egy emelettel feljebb. Még rosszabbak az állapotok, ugye? Értelemszerűen. Ez egy üres terem, és nagyon rossz állapotban van. Hopp-hopp, nem csöpök rám a víz. Úgyhogy lépek is innen, gyorsan. Hát ez teljesen ramagy. Tetőszerkezet ugye, ez a 31 év alatt megvette magát a szigetelés, és beáztak az épületek, és ezért van, hogy ennyire minden szét van már rohadva. Rengeteg hanglemez itt, nézzétek. És egy kis propaganda. Csiga-viga. Egy nagy térkép. Thank you.
te nem? Valami szertár lehetett, remélem, igen, ide tudok menni. Nem, ez is egy tankerem. Bakelit lemezeknek a tokja. Hát, igazából nem maradt itt ebben semmi már. Úgyhogy megyünk tovább. Megy ide. Érdemes ide menni. Hát ez valami tanári szoba volt, vagy nem tudom mi. Csak az íróasztal. Kicsit nyikorog az ajtó. Meg kéne zsírozni. Jó, hát én itt elindulok lefelé a lépcsőn. Leépítünk egy emelettel, csak nem az alatt a folyosó alatt vagyunk, hanem ez egy kereszt szárú. Úgyhogy ezt nézzük most. Talán valami kéncsöves dolgok, tehát nem tudom. Megállítsam ott, mert lehet, hogy jó legyen. Igen. Egy periódusos rendszer táblázat. Nem gondoltam, hogy ilyen nagy iskola van itt, sőt, nem is gondoltam, hogy ennyi létesítmény van itt a dugó mellett. Aztán van egy-két épület és ennyi, de hát ez nem igaz. Nagyon-nagyon nagy. Egy ilyen páncélozott szoba. Látjátok, itt ilyen drót rácsos, és itt van egy szép, és kívül is egy ilyen vasajtó. Hát biztos valami olyan dolgok voltak itt, amikhez nem akarták, hogy más hozzáférjen. Itt is egy szép, ez itt van. És a sportpálya. Ez a, nem tudom mi, jó, nem az, nem tudom, székek. Valami propaganda anyag, kép, fotó, festmény, ilyesmi, és ott pedig fel van írva, hogy 1986. És itt pedig lehetett kötelet mászni. És talán valami szertár, vagy öltöző, hát inkább valami dokumentumok voltak itt. Lehet, hogy a másik volt az öltöző. Na, itt még balra nem voltunk, itt kimegyek is balra, úgyhogy megnézzük ezt is. Fűtés rendszernek a része, és itt meg is jöttünk az épületből.
bürokrácia. Oké. Addig meg leszünk. Mindig a duga radar alatt, és egy újabb épület. Hú, nézzétek már! A kutya úristen, még egy lámpa. Ez egy mozi terem. Hát, sokat nem ér a lámpám. Nagy fejlámpát nem hoztuk. Sötét van már, elment innen a nagy döngölő lámpa fénye. Ilyen hangszóró, hangfal. Szét van már derhel. Az a falon tök jó lehet. Igen, tényleg. Elgondolod, Zoli. Tényleg olyan. De a másik is, a párja. Hát ilyen táblákat tartottak rajta. Aztán nem ment tönkre. Remélem látni valamit. Igen. Nem menjünk tovább. Vittem, hogy ne. Hí, a kapitány úr. Ki lehetett ő? Ki tudja. És még egy sportterem. Felismerkezem a letről, és akkor nem zavar senki. Hát itt csak egy helység van. Azt hittem, hogy a csapágy nézze. Igen, igen. Nagyon basszus. Ez úgy néz ki, mint... Putin? Igen. Ez teljesen el. Nézzük meg az alaksorot, mi először? Ugyanakkora. Oh.
Nyugodtál, igen. Ruhatár. Erre pedig ilyen levegőző rendszer, de most körülbelül egy 10 fokkal hidegebb van, mint fönt. Ez itt annyira érdekes. Irány felfele. Csak a filmeknek a... Itt tartották a filmeket. Filmtároló. És itt a vetítőgéphez. A gépeket. Csak pillanatra bejövök. Kis körképet csinálni ezt. Egyek is. Valami elektronikai. De a gépeket miért vitték el? Nem tudom. Tulajdonképpen ugyanúgy használhatatlan, mint itt bármi. Bár itt állítva nem lenne a sugárzás, úgyhogy... Mit? Meg van a piros gomb? Tudja, ezzel romadottak fel a reaktort. Menjön meg! Ne! Nem, nem! Megnyomta a piros gombot. Szaladjál már! Semmi? Semmi. Akkor oda be sem megyek. Ilyen raktárszoba-szerű. Szerű szoba-szerű. Ez vízes blokk. Még egy lépcsőház. Itt pedig itt tárolták a kannásbort. Ezek ilyen lámpabúrák amúgy. Csak olyan kanna kinézete van. Na, még elmúlt a másik végére. Ez is itt a mozi gépháznak valami vetítő része. Egy szobája, vagy gépháza, vagy valami ilyesmi. Ez nem tudom mi. Egy helység. És itt is. Na, hát, szerintem ezt az épületet is megnéztük, úgyhogy megyünk tovább.